hidrogénperoxid katalitikus bontását szeretném bemutatni. A hidrogénperoxid az egy bomlékony vegyület, amely levegőn állva is bomlik oxigénre és vízre. Most Erlenmeyer lombikba hidrogénperoxidot fogok önteni, amely egy színtelen folyadék. És a bomlást meg fogom gyorsítani egy katalizátorral, ami a reakció sebességét növelni fogja úgy, hogy közben változatlanul visszamarad a reakció végén. Katalizátorként barna kőt, mangándioxidot használok, ami egy szürke színű szilárd anyag. Vegyszeres kanál segítségével fogom beleszórni. A reakció során a hidrogénperoxid bomlik vízre és oxigénre. Úgy fog tűnni, mintha füst keletkezne, de valójában vízgőz keletkezik a reakció során. És oxigéngáz.